Jó estét kívánok! Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket. Híreket mondunk. Kövér László kijelentette, hogy a Fidesz nem hajlandó részt venni az egészségügy szétverésében. Horváth Ágnes reagálására kikérte magának az állítottakat, és megvédte a reformokat. Egy éves az összidi beszéd. A miniszterelnök szerint ez volt az elmúlt 20 év legszenvedélyesebb politikai vallomása. Afganisztán. A sivatagban szolgálatot teljesítő amerikai haderőknek az elmúlt időszakban tomboló állandó homokvihar miatt a táborhelyükön legkisebb lyukat is be kellett tömni. Budapest. Nincs csillag. A független hírügynökség szerint az elmúlt időszakban történt rendőri túlkapásnak túlkapások komolyan foglalkoztatják a közvéleményt, azonban az a hír, amely szerint a K. Elvirát igazoltatás céljából megállító F. Tamás törzsőrmester a sértetett marok fegyverének elsütésére kényszerítette, nem felel meg a valóságnak. Ismét Budapest. Nincs csillag. Göncz Kinga, külügyminiszter, tárgyalásokat folytatott amerikai kollégájával a két ország közötti vízumkényszer eltörlésével és a magyar gazdagság fellendítéséről. Még mindig Budapest. Nincs csillag. A parlament vadásztermében kormánypárti és ellenzéki képviselők közös ülést tartottak. A több biztosítós rendszerről még igen barátságos hangnemben folyt. Sport. A Tour de France kerékpárverseny egyik német résztvevője tagadta, hogy bármilyen dopingszer szedett volna, de a vizelet minta úgymond cáfolta a kijelentését. Végül az időjárásról. Hazánkat az elkövetkezendő órákban nagy kiterjedésű meleg front éri el. Meleg front. Kora délután 25:30, hajnalban 10-15 fok várható. És egy legfrissebb hír adásunk előtt érkezett, miszerint újabb fejlődő ország küldöttsége érkezett hazánkba. Az ország vezetősége nagy érdeklődéssel tekintette meg a tőlünk távoli európai kultúrát.